felszólaló a mikrofon átvétele után röviden, maximum 3 perc terjedelemben mondja el észrevételeit, javaslatait, melyekre a válaszokat a polgármesteri hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői, illetve más szakemberek fogják megadni. Alig 3 órával a délelőtti közgyűlés után újra megtelt a Városháza díszterme, évente egyszer kötelezően közmeghallgatást kell tartania az önkormányzatnak, ezt rendezték csütörtök délután. A trendek nem változtak, ezúttal is a sláger témák kerültek terítékre, mint az utak állapota, a parkolás vagy éppen a köztisztaság kérdése. Sokadszor volt téma az egyetem mellett a Hédervári úton lévő terület sorsa, ahol éppen délelőtt hosszabbították meg a változtatási tilalmat. Ezzel kapcsolatban érkezett több kérdés is, ezekre a főépítész reagált. Nekünk nem dolgunk, hogy az egyetem helyett szóvivői legyünk az egyetemnek, de az ténykérdés, hogy az egyetem kinyilvánította nem egyszer, nem kétszer, jóval többször írásban, hivatalosan, rektori aláírással, hogy erre a területre szüksége van. Erre a területre az egyetemnek, amióta a főiskola megalapult, szüksége van. Az, hogy a tárgyalások hogy zajlanak, mondjuk az egyetem és a tulajdonosok között, ezt nyilván nincs módunkban ellenőrizni, vagy koordinálni, katalizálni tudjuk. Mi fölhívtuk a figyelmet, a tulajdonosok figyelmét is, az egyetem figyelmét is, hogy tárgyaljanak és tárgyaljanak. Úgy tudom, hogy az értékbeslőt többször nem engedték be, majd egyszer végül beengedték, és lett egy értékbeslés, ami nyilvánvalóan szakmai kérdés, és az értékbeslő nyilván szakmájának tudatában tette le ezt az értékbeslést. Ezen túlmenően, ezen felül egyébként tudomásom szerint az egyetemnek van felhatalmazása, az egyetem egy szervezetének, hogy az értékbecsléstől eltérően is tárgyalhat, és az árról megegyezésre juthat. Csatogó csatorna, fedelek és buszváró, Kisbácsán hiányzó közműcsere a felújított pusztaszeri úton. Az emberek egy részének tetsző vagy éppen nem tetsző városi szobrok, illetve civil faültetési program. Ezek is szóba kerültek a közmeghallgatáson. Utóbbi felvetésre a Győrszól első embere reagált. Nagyon szívesen vesszük a civilek kezdeményezését, de ezt valamilyen formában úgy szeretnénk, hogy akkor, amikor fát lehet ültetni, és akkor, amikor ez illeszthető a városnak a faültetési programjába. Na most ez a fölvetés, amit a Jene úrtól kaptunk akkor, ez messze köszönő viszonyban nem volt a városnak a faültetési koncepciójával. Ez az egyik. A másik, a levelemben én azt kértem, szívesen vesszük a civilek jelentkezését és adott esetben kérését, abban a kérdéskörben is, hogy ezeket a növényeket a később milyen módon próbálják vagy segítik a velünk a szakemberekkel együtt közösen a későbbi fenntartást. Most erre vonatkozóan választ nem kaptam. Számtalan más, sokszor egyéni probléma is felmerült a közmeghallgatáson, amikre vagy a helyszínen azonnal, vagy később levélben reagálnak az illetékesek.